És itt van velünk Kovács Kati. Nagyon örültem, amikor hallottam, hogy jössz hozzánk, mert így lehetőségünk van meglepni téged. És kívánok neked boldog születésnapot, egy nagy tapsot kérnék szépen a művésznőnek. De mi születik? De csak lesz. Hát egyszer lesz születésnapunk, nagyon szépen köszöntjük. Akkor jó. Meg egyáltalán az öröm, hogy itt vagy velünk. Háromnak van születésnapja. Akkor őt is ismerjeltesse. Köszönöm szépen. A születésnapja valakinek mindig van. Így van. De mi úgy gondoltuk, hogy neked is lesz, és éppen ezért ezt most kapta tőlünk. Fogad szeretettel. No, hát fellépések szerencsére így nyáron is bőven, és én összeértem, hogy te merre voltál. Picit beszéljünk erről, mert azt mondtad, hogy mindegyikhez van valami gondolatod. Ugye itt maradjunk a Balaton közelségén, igen, Balaton Kenese. Az mostanában volt Balaton Kenese, esett az eső, és fölmentünk a művelődési házba, és hihetetlenül sokan voltak, és nagyon jó buli sikeredett belőle. Sáros patak. Sáros patakon zenekarral voltunk, nagyon sokan voltak nappal. Én szeretek nappal koncertezni, látom az emberek arcát. Sokkal jobban szeretek, mint sötétben, amikor azt se tudom, hol vagyok, és nem tudom, hogy néznek ki az emberek. De voltunk Sárváron. Téged én családtagként kezelnek ugye az emberek. Mivel látnak, ismernek, szeretnek, és visznek különböző ajándékokat. Az a jó benne. Képzeld el, Püspök Ladányban, hadd mondjam el, a lányok külön friss lángost készítettek nekünk, amit előadás után megettünk. Felejthetetlen élmény. Úgyhogy ha megkérdezed a kulináris élményeimet, akkor Békés Szent Andráson főztek bográcsgulyást, babgulyást, amiből ugye előadás előtt nem ehettem, nyilvánvaló, utána meg sietni kellett, de végig így énekeltem ilyen illatokban, úgyhogy isteni volt. Az FTC stadion avatóján is énekeltél, és ott volt valami félrehallás, erről mesélj. Képzeld el, énekeltem, ott is nagyon-nagyon sok ember volt a Fradi avatón, és azt hallottam, hogy hajrá Fradi, mondom, miért mondják, amikor énekelek, hogy hajrá Fradi? Megkérdeztem, hogy mit mondanak, hajrá Kati. Hát az zenész, tudod, éneklés közben nagy hangerővel szólt a biztatás, és nem nagyon tudtam beazonosítani. Ez most így felsorolva is fárasztó. Nagyon van időt pihenni? Nem fárasztó. Tudod, mi a fárasztó? Amikor az ember otthon ücsörög, legalábbis a magamfajta embernek, mert a családomban vannak olyanok, akik nagyon szeretnek kirándulgatni, utazgatni, és vannak olyanok a családomban, akik azt mondták, hogy soha erre a pályára nem akarnak jönni, és nem is jöttek, pedig a gyerekeket megpróbáltam errefelé terelni, de azt mondták, ez az összevisszaság, hogy egyik este itt vagyok Révfülöpön, bocsánat, egyik nappal van, vagy reggel van? Hát attól függ, hogy éppen ki mikor néz a pékeknek, lehet, hogy éjszaka. Ugye ők éjjel dolgoznak. Köszönöm, Levi. Imádom a humorodat, mondtam már. Én megkedvem a dalaidat. Ó, köszönöm szépen. Krisztának is mondjuk valami kedveset. Úgy, úgy kedve. Tökéletesen, ahogy van. Jó, és itt lesznek azért még fellépések. Azt mondtad, hogy az a rosszabb, hogyha titeket nem hívnak, hogyha téged nem hívnak fellépni. De láttalak fellépni téged sokszor, és remélem, hogy nagyon sokáig így lesz ez, hogy látlak énekelni, mert tényleg nagyon-nagyon kedvem és szeretem, amit csinálsz. De hogy az a vitalitás, az a frissesség, az a része, ami megvan benned, ami kell, hogy legyen, mert olyan koncerteket kis ujjból, vagy kis lábújból nyomsz le, semmi lihegés, semmi fáradtság, nyilván sportolsz, vagy hogy készülsz külön az ilyen nagyobb koncertekre? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ahhoz, hogy az ember azt merje csinálni a színpadon, amit szeretne, ahhoz kell egy olyan háttér, hogy elmegyek sportolni. Lehet, hogy az égvilágon semmit nem ér, de lelkem nyugodtabb. Sokkal nyugodtabb. Tegnap is 2 órát teniszeztünk. És a szegény partnert sajnáltam, aki szemben állt egy nagyon kedves, jó teniszező férfi. És azt mondtam, majd egyszer mondd el nekem, hogy milyen, amikor kézre kapod a labdát. Mert én össze-vissza ütöm. Egyik kerület, másik kerület, kimegy a Dunába, az elektromosan játszunk. Úgyhogy el vagyok kényeztetve, mert nekem csak ütni kell. De az, hogy mindig visszajön a labda, az tulajdonképpen egy nagyon komoly feladat egy ilyen amatőrnek, hogy jaj, merre is megy el. Ezekkel mellett. Jó edzőt választani, és én is így csináltam. Bocsánat, csak közben a konyhában légy, kedves. Jó, én elkészítem a finom falatokat addig, jó? És még beszélünk. És jó edződ van? Ki tudsz kapcsolódni egy tenisz meccsen? Fellépésed például segít neked egy jó tenisz meccs, persze, egy edző? Persze. Akkor úgy valahogy, hogy jól érzem magamat a fizikai munkavégzés után. Na most, ha azt mondom neked, hogy soha nem voltam nyaralni, de nem is hiányzik, azért nem, mert ahogy felolvastad a helyszíneket, ott kedvesek az emberek, rengeteg kedves emberrel találkozunk. Olyan sok szeretet van az emberek lelkében, hogy igazság szerint ez tart minket fiatalon. Most így, hogy 17 éves vagyok lassan, vagy 30, nem tudom pontosan. Hát én már ezt nem is tudom. Jó, nagyon sokan jöttek ide miattad, hogy énekelj, és azt elárulom nekik is, hogy énekelsz itt még nekünk, és lesz még egy külön plusz ráadás csak a jelenlévő nézőknek. Úgyhogy nem is tartalak fel, énekelj nekünk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hogy itt vagy, és itt voltál, és maradj még. Köszönöm. Sokáig természetesen.